Összesítette közben az uniós határvédelmi ügynökség a tavalyi adatokat. Több mint 200 ezeren próbáltak illegálisan bejutni az Európai Unióba. Ez jelentős növekedés 2020-hoz és 2019-hez, tehát az utolsó járványmentes évhez képest is. Figyelemre méltó adat, hogy 10 felnőtt korú határsértő közül 9 férfi és 1 nő. Tehát a gyerekes családok érkeznek, kijelentés, az enyhe túlzással sem igaz. Zsúfolt táborokban várják a lehetőséget a fekete afrikai migránsok, hogy elinduljanak Európa felé. Líbia partjainál számos ilyen kisebb-nagyobb migránstábor van, ahol az embercsempészek várakoztatják ügyfeleiket, vagy a hatóságok viszik vissza azokat, akiket már egyszer elkaptak átkelés közben. A tengerparti városokban 7-800 ezer migráns tartózkodhat jelenleg. Pontos számot nem tudunk, de amíg a déli határőrzése nem megoldott, addig nem is fog csökkenni a számuk, mondta a migránsokkal foglalkozó líbiai civil szervezet vezetője. Rohamosan nő azoknak a száma, akik feljutnak a csempészek csónakjaira, majd onnan a földközi tengeren újra aktivizálódó NGO-k hajóira. 2019 óta az úgynevezett közép-mediterrán útvonalon, Észak-Afrikából Olaszországba, több mint háromszorosára nőtt az átkelések száma. Ez egyrészről az olasz kormány lazább migrációs politikájának köszönhető, másrészről annak, hogy Észak-Afrikában is egyre problémásabb a politikai helyzet. A migrációs nyomás idén januárban sem csökkent, eddig kétszer annyian keltek át a hónap első napjaiban, mint egy évvel ezelőtt. A legnagyobb mértékben a tunéziai illegális migránsok száma nőtt meg ebben az időszakban. Az észak-afrikai országban az elmúlt évben egymást érték a tüntetések, folyamatos volt a politikai válság, és zuhant a gazdaság teljesítménye. Az unió másik olyan határszakasz, ahol az elmúlt évekhez képest drámaian nőtt a migrációs nyomás, a keleti Fehér Oroszországgal közös határ. 2021-ben mintegy tízszer annyian jutottak át, mint egy évvel azelőtt. Még úgy is, hogy augusztus végétől minden Fehér Oroszországgal határos uniós tagállam megerősítette határőrizetét és visszafordította a migránsokat. A kormány ugyan nem hosszabbította meg a rendkívüli állapotot, de a helyzet továbbra is kritikus, bármikor visszatérhet a szükségállapot, jelezte a litván belügyminiszter. A Nemzetközi Migrációs Szervezet ugyan megkezdte a Fehér Orosz-Litván és a Fehér Orosz-Lengyel határ térségéből a migránsok hazatelepítését, de sokan nem akarnak menni, inkább vállalják a kemény fagyokat, a rossz életkörülményeket, de még mindig reménykednek abban, hogy sikerül áttörniük az unió határán. Az uniós határőrizeti szerv, a Frontex frissen nyilvánosságra hozott összesítése szerint összességében mintegy 200 ezer illegális bevándorló érkezett 2021-ben Európába, vagyis csaknem 40%-kal többen, mint egy évvel azelőtt. A járvány idején tapasztalt visszaesésnek ezzel vége. A migrációs nyomás immár nagyobb, mint a járvány előtt volt.